Budapest nem Magyar Ország, és Magyar Ország nem Budapest. És azt gondolom, hogy uh, uh, a város, mint uh, Szekesfehérvá, ez es... nagyon fontos. Magyarul köszöntette a helyi sajtót a brit nagykövet a városházán tett látogatása alkalmából. Paul Fox 2020 óta tölti be a posztot az országban, most először járt Székesfehérváron. Mint az köszöntőjében hangsúlyozta, számára nagyon fontos, hogy az ország minden pontját megismerje, ne csak a fővárost. A városházán Székesfehérvár polgármestere köszöntötte sok mindenre kíváncsi volt, de külön kérte, hogy a prezentációnkban térjünk ki a zöld és környezetvédelmi fejlesztésekre, beruházásokra, úgyhogy ezt is bemutattuk számára. Nagyon megtisztelő volt ez a látogatás, nagyon érdeklődik a történelmi iránt kifejezetten, úgyhogy egy ilyen történelmi városba ez önmagában is nagyon jó téma. A nagykövet a Kontineszt vállalatnál is járt a szerdai nap folyamán, ahol, mint fogalmazott, egy nagyon izgalmas oktatási programnak lehetett szemtanúja. A nagykövet a civil élet lehetőségeiről, színtereiről is kapott tájékoztatás látogatása során, hiszen a városháza előtt a fehérvári civil központot és a titkok házát is meglátogatta. If you have a very strong... Nagyon fontosak a civil szervezetek. Ha erős civil szervezeteid vannak, erős a társadalmi részvétel. Az, hogy helyben van egy olyan hely, ami a civileket segíti, ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert a civilek érvényesíthetik érdekeiket bizonyos ügyekben, a kormányzatnak pedig mindig számításba kell venni a véleményüket. Nagykövet elmondta továbbá, nagy hatást gyakoroltak rá a városban az elmúlt évek fejlesztései, ugyanakkor látta azokat a kihívásokat is, amikkel nem csak az önkormányzatnak, hanem a helyi vállalatoknak is meg kell küzdenie a jelenlegi magas energiárak miatt.